Nem láttatok, de Balázs is integetett. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a 2021-es kedvenceim videó lesz, amiből egyébként kettő is lesz, van idén, mert hogy lesz egy külön barangolásos kedvenc könyvek és egy sima kedvenc könyvekes videó, mert nem tudtam volna különben csak ötöt összeválogatni, mert idén nagyon sok jó könyvet olvastam, amit szívesen belevettem volna be a kedvences listámba. Így sincs benne minden, amit szívem szerint beletettem volna, de akkor nézzük, hogy mi lett az a következő öt könyv, amit kiválasztottam így, mint 2021-es kedvenc, mert szerintem ezelőtt már kimegy a barangolásos kedvences videó. És akkor így összesen 10-et választok, de szerintem kb. Több volt. Vagy többre rámondanám, hogy igen, ez egy nagyon jó könyv volt, és szeretném kiemelni, de kell valami limit, különben nagyon hosszú lenne ez a videó, így is az lesz. Az első, amit nem tudok mutatni, mert még mindig ebben van, mert az övé, az David Attenborough-tól az Egy élet a bolygónkon, ami számomra idén egy nagyon meghatározó kötet volt. Igen, néha el szoktam mondani, hogy így engem teljesen lehozott az életről, és tiszta depresszióba estem tőle, de egyébként így tök jó felvilágosítást adott a jelenlegi klímahelyzetről, és arról is, hogy ugye David Attenborough mit tapasztalt meg, némi tanáccsal is ellát igazából a könyv, nem telibe, mert ez inkább annak szól, hogy most már kollektíven az egész emberiségnek kellene együtt cselekednie azért, hogy megállítsuk a globális felmelegedést, mert különben mind megszívjuk, de hogy alapvetően engem például ez a könyv emiatt is részben, nyilván azért lettem depressziós, mert tudom, hogy az ilyen nagy multicégek nem fognak hirtelen kevesebb bevételt szerezni, mert hogy az segít majd a környezetnek, mindegy, értitek, hogy mire gondolok itt, de hogy tehát, hogy alapvetően az kéne, hogy a legnagyobb, meg leggazdagabb cégek is csináljanak valamit, ami környezettudatosabb, de hogy alapvetően engem így, mint random kis közembert is igazából ösztökélt ez a könyv arra, hogy kicsit még környezettudatosabb életmódot éljek. Tehát jelenleg azon a ponton vagyok, hogy bármi, amit ki kell dobnom a kukába, az itt sírva fakasz, hogy bármelyik szemetet termelek. Pedig alapvetően tök kevés szemetet termelünk, mert csomó mindent újra hasznosítunk, meg ilyenek, de hát így is fáj, hogy valamit ki kell dobnom. Szóval igen, ez kedvenc is, meg örök életre traumatikus élményt okozó könyv is egy az egyben. Jó, a következő az legyen Moskát Anitától az Irha és bőr. Ezzel nagyon régóta szemeztem, és ez is BookTube könyvklubos volt, és azért is olvastam végül el. Ugye ennek az a története, hogy vannak ezek a fajzatok, akik állatokból félig meddig átalakult emberekké válnak, és akkor igazából az egész történet arról szól, hogy így hogy egymásnak feszülnek a sima emberek, meg a fajzat emberek, és hogy így milyen jogaik vannak, meg így próbálnak harcolni, és akkor három szereplőt követünk. És én ezt már nagyon sokszor elmondtam, de hogy ez az Irha és bőr, ez egy kifejezetten brutális könyv volt, és megrázó is, és Moskát Anita brutál jól tud írni. Voltak benne dolgok, amik így elég rendesen így az ember idegzetét így birizgálták, hogy igen, és hát így benne volt ez is ugye, hogy honnantól számít embernek az ember, meg élőlénynek az élőlény, meg hogy az emberek mennyivel magasabb rendűnek gondolják magukat, pedig ott vannak ezek az ugyanolyan értelmes állatok is például, csak ugye már nem állatok, hanem emberi alakultak, állati maradványokkal mondjuk, és ilyen volt. De erről van egy nagyon hosszú kibeszélünk, és ott lehet, hogy jobban elmondjuk a dolgokat, majd be fogom ide linkelni a David Attenborough-sat is. És hú, hát igen, erről a könyvről annyit tudok mondani, hogy hú. Úgyhogy már terben van, hogy majd valamikor a Horgonyhelyt is el akarom tőle olvasni, Moskát Anitától, mert kell. Valamiért úgy érzem, hogy kell még a lelkemnek ez a gyötrődés, amit adnak ezek a könyveknek. Ez a könyv adott nekem például. Tehát durva, nagyon durva. És igazából tök sokszor volt az, hogy így nem tudtam olyan nagyobb darabokban olvasni, tehát viszonylag hosszú ideig olvastam, de hogy alapvetően meg volt benne az, hogy
egy csomószor így bennem volt, hogy basszus, most valami ki fog derülni, és akkor olvastam tovább, és akkor ki is derültek dolgok, de még több kérdés jött föl, de hogy olyan jó ütembe, tehát nem az volt, hogy így idegesített volna, hogy mondjuk nem kapunk elég választ, hanem azért kaptunk azt is rendesen, úgyhogy jó volt, nagyon jó volt, brutális volt mondjuk, de nagyon jó volt. A következő, amit idén én igazából kétszer is olvastam, mert elolvastam egyszer februárban, angolul, aztán megjelent júniusban, júliusban, és akkor elolvastam magyarul is. Elsőre még kicsit más szemmel néztem rá, mert akkor 4 csillagot kapott, de másodjára egy csodálatos 5 csillagos élmény volt. Ez pedig nem más, mint T.J. Klumtól a Ház az égszínkék tengernél. Ha nem lenne elég egyértelmű, hogy mi a véleményem a könyvről. Ezek ilyen idézetek. És nincs színkódolva. Igazából ilyen naplemente színűre csináltam, mert elfogytak a cetlik, és akkor így oldottam meg. Ez egy csodálatos könyv. Ez a könyv egy hatalmas nagy ölelés. És nagyon örülök, hogy kiadták magyarul, sőt így magyarul másodjára idén elolvasva, még tényleg mondom, jobb élmény is volt, mint elsőre. Nagyon-nagyon szerethető karakterek vannak benne. Tényleg a maga a történet is egy irtózatosan... Maga a történet is irtózatosan jó érzéseket kelt benned. Igazából ez is valamilyen módon így a másságról szól, mint az irha és bőr, ugye abban ilyen fajzatok vannak. Ebben pedig vannak az ilyen mágikus gyerekek vannak árvaházakba, szokold, árvaházakba zárva, tartva. És akkor már, hogy ők veszélyesek, meg izé, és akkor végülis ez az egész történetnek a lényege, hogy kimegy Linus Baker az egyik legveszélyesebb gyerekeket őrző árvaházhoz, és akkor megnézi, hogy minden rendben megy-e, és akkor közben megismeri a gyerekeket, és akkor az egész tényleg arra épül, hogy oké, okay, hogy mágikus lények, meg benne van, ott van az Antikrisztus Lucifer is, aki egy 6 éves kis édespofa, rossz csont kisfiú, de hogy így gyerekek. És hogy tényleg el kéne őket ítélni azért meg, hogy megérdemlik-e azt a bánásmódot, rossz bánásmódot, amit kapnak, mert csak kicsit mások. Tehát ugyanúgy gyerekek, igen. Van benne egy nagyon pici LMBTQ-szál. A legtöbb embernek egyébként tetszik ez a könyv, aki olvassa, olyan is van. Nyilván vannak, akiknek nem tetszik, mint minden könyvnél. De ez egy hatalmas favoritja a buktyúknak is, meg nagyon sok embernek tényleg. De annyira kedves történet. Annyira kedves könyv. Annyira jó. Olvassátok, ha szeretnétek. Nyilvánvalóan, ha szeretnétek, nem fogok senkire semmit ráerőltetni. Na, de igen. Ez a legjobb, ami leírja ezt a könyvet, az, hogy ez egy hatalmas ölelés az embernek, mikor olvassa. A következő könyv, ami miatt ez a szerző kedvencem is lett, az a Csellengő gyerekek sorozat második része, a Méberánt a lábvirág Shannon McGuire-től, és nekem ez a rész nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszett, ez a második. Itt Jack és Jill sztoriát követjük, vagy hát az előzmény történetüket látjuk, mert hogy a minden szív kaput nyit az ez előtt van, de gyakorlatilag ez az előtt játszódik, tehát ez egy előzmény történet ott két szereplőhöz, és ebben nagyon sok szó van arról, hogy az, hogy a szülők hogyan kezelik a gyerekeket, és miként tekintenek rájuk, és hogyan nevelik őket, az később mihez vezethet. És nekem valahogy ez a része fogott meg talán a legjobban. Tudom, hogy apának például pont ez a része nem tetszett, mert hogy így nagyon bele volt az okoskodás fűbe szerinte. Nekem nagyon tetszett, ahogy ez az egész kivitelező volt. A lábvilágnak a hangulata is nagyon tetszett, meg ott, ahogyan az események lejátszottak, és végül is így megismertük részleteiben Jack és Jill sztoriát, amiről van szó a Minden szív kaput nyitban, de nem annyi. Itt meg ugye jóval részletesebb. Tudom, hogy nagyon gyorsan el is olvastam, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy talán eddig ez a legkedvencebb részem a sorozatból eddig. Egyébként ezt el lehet olvasni a többi rész nélkül is, de ez a rész valamennyire spoiler a Minden szív kaput nyit végére. Ilyen minimálisan, de van egy ponton, a Minden szív kaput nyitban egy ponton valami kiderül, ami ebben is kiderül, csak hogy ott odáig az így el van summázva, hogy az nem is úgy volt. És aztán kiderül, hogy de az amúgy így volt. És ez benne van ebben is. És akkor az utolsó kedvenc meg kimondott könyvem most ehhez a listához, az egy harmadik rész egy sorozatból,
Mégpedig Jessica Townsend-től a mi ez Nevermore sorozat harmadik része, a Camp for Core, azaz Morrigan Crow nagy dobása. Ezt még előolvastam megjelenés előtt. És ez egy ilyen féltéglakönyv egyébként, tehát ilyen 530 oldalas monstrumról beszélünk, és kb. Két nap alatt úgy ledaráltam, hogy csak na. Eddig a pontig is szerettem a Morrigan Crow sztorit, jófajta varázslatos Middle Grade könyv, de ez a rész volt az, ami azt mondtam, hogy oké, most már tényleg nagyon-nagyon érdekel ez a sorozat, és nagyon-nagyon szeretem, mert ez nagyon magával ragadott, és tudom, hogy a második részben nagyon kifogásoltam azt, hogy ilyen tökre megmagyarázhatatlan volt, tehát ilyen nagyon hülyén jött ki nekem az, hogy így Morrigant így direkt akadályozták abban, hogy tanulhassa a képességét, ami mindig ilyen miért, mert hogy ilyenkor sose értem. De az ilyenekkel mindig az a bajom, hogy de ha nem akadályoznátok, akkor nem lenne vele baj, és akkor tök jól tudna menni a történet, hogy miért, mindig, szóval vannak ilyenek. De ez meg nagyon, nagyon jó volt, és izgalmas, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz bizonyos dolgokból, ami ebben történik, és az egyik legjobb főgonosz, akivel valaha találkoztam egyébként ebben a könyvben van, mert így abszolút nem tudom eldönteni, hogy így ebből így mi lesz. Tehát rengeteget igyeztem, tudom, igen, szóval... Mert a főgonoszunk, Ezra Stoll a főgonoszunk, az olyan, hogy oké, hogy csinál rossz dolgokat, de hogy amúgy meg így csinál jókat is, és nem teljesen tudom eldönteni, hogy most hogyan álljak vele, de gondolom ez egy jó dolog, úgyhogy igen, úgyhogy most várom a negyedik részt, ami még angolul sincs kiadva, úgyhogy, és azt hiszem, ez talán valami 9 részese van tervez. Igen, 9 részesre tervezett könyvsorozat. Mikor lesz ebből film? Azt mondja, filmet is készít belőle a 20th Century Fox. Ez mikor fog történni? Én erről miért nem tudok? Ha, ő is nagyon nagy kedvencem volt az idei évben. Őt még márciusban olvastam. Akkor ez lett volna az 5 sima kedvenc könyvem idéről, ami nem volt barangolásnak számítható. A Morrigan Crow könyv ausztrál szerzős. De most eltekintünk ettől. Kommentben pedig írjátok meg, hogy nektek mik voltak idén a kedvenc könyveitek. Tavaly. 2021-ben. Most még idén van, mikor felveszem ezt a videót, de tavaly lesz, mire kimegy. Tehát, na mindegy. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal. Nem láttatok, de Balázs is integetett.